Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon örülök nektek. Ez egy nagy ajándék, és fél évvel talán ezelőtt, amikor János atya javasolta, hogy jöjjünk össze, ez úgy, mint Gábor angyal jött Szűz Máriahoz, és javasolta, hogy fogadja be Jézust. Így történik az életünkben, hogy felismerjük Isten javaslatát. Akkor János atyának a szívére jött ez a gondolat, illetve lehetséges, hogy egy angyalt küldött hozzá a mennyei atya, lehetséges, hogy maga Szűz Mária szólt az ő szívéhez, azután jött hozzám, és engemet is megérintett, és nagyon jónak, fontosnak tartottam azt, hogy ezen a nem csak szép, hanem magasztos és erős ünnepen összejöjjünk, hogy imádkozzunk. És aztán, amikor kihirdettük papoknak, illetve amikor ti is meghallottátok, remélem, hogy azért jöttetek, mert hozzátok is szólt Szűz Mária, hozzátok is szólt az őrző angyalotok, hogy jöjjetek el ide. Azért jöttünk ide, illetve miért jöttetek ide, ez egy kérdés, és remélem, hogy az összesen azért jöttünk össze, mert meghallottuk ezt a meghívást, megérintett minket az angyal, a Szűz Mária. Mi egész idő alatt kapcsolatban vagyunk a szentekkel, Szűz Máriával, egész idő alatt. A Szentlélek bennünk él. A Szentlélek bennünk működik. Nem csak a Szentlélek szól hozzánk. Nem csak a Szentlélek akar működni bennünk. A gonosz lélek is kísért minket. A gonosz lélek is akar szólni hozzánk, illetve ő akarja, hogy mi az ő akaratát tegyük. A gonosz lélek azt akarja, hogy mi az ő akaratát tegyük meg. Illetve mi mindig nyitottak vagyunk a Jóisten szavára, a Jóisten működésére, vagy hogyha nem vagyunk nyitottak, akkor lehetséges, hogy a kísértő szól, kísért, működik bennünk. És itt dőlik el a harc minnyájunkban. Itt dőlik el a harc minnyájunkban. Illetve miért is kell imádkoznunk, testvérek? Miért is imádkozzuk a rózsafüzért? Az egyik, a legfőbb eszköz az imában az, hogy amikor imádkozunk, megnyíl a szívünk. Megnyíl a szívünk. Amikor keresztet vetünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, megnyílunk. Ugyanúgy, amikor kinyissuk a Szentírást, amikor kinyissuk az imakönyvet, megnyíl a szívünk. Mert a mi legnagyobb problémánk, amikor zártak vagyunk. Zártak vagyunk. Lehetséges, hogyha most nem jöztök el, valamit tesztek, dolgoztok, de hallgatjátok a híreket, elkezdtek szomorkodni, zúgolódni, félni, valakit elítélni, na megint ismeritek ezt a mindennapi bűnöket. Jaj, hát már megint hallottátok, ott vannak azok a katonák, stb. Már megint, és akkor evel a már meginttel mi történik? Bezárjuk a szívünket, és a félelem, ítélet, a zúgolódás, gonosz lelke fészkelődik a szívünkben. Ja,
Jézus, amikor tanít minket imádkozni, amikor a tanítványok kérik őtet, hogy tanítsa meg őket imádkozni, Jézus a mi atyánkat tanítja, illetve hallgassuk meg, hogy mit ír erről Jézus tanításáról Máté evangélista a 6. fejezetben. Mikor pedig imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógában és a terek sarkán állva imádkozni, hogy feltűnjenek az embereknek, bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat, de amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtódat, és így imádkozz atyádhoz, aki a rejtekben van, akkor atyád, aki lát a rejtekben, megfizet majd neked. Illetve nem képmutató imára tanít minket Jézus, hanem hogy menjünk be a szobába, ez jellemzi az imát, amikor otthon vagyunk, illetve amikor összejövünk a templomba, itt is bezárt ajtó mellett, kívülről nem is látni, hogy itt vagyunk, a rejtekbe vagyunk, illetve a mennyei atya előtt vagyunk, ő lát minket, és Jézus mondja, hogy az atya, aki a rejtekben van, illetve el van rejtve, mert nem látjuk az atyát, de itt van köztünk az atya, a fiú, a Szentlélek, Szűz Mária, az angyalok itt vannak köztünk. Nem látjuk őket, de tapasztaljuk, és amikor imádkozunk az atyához, mennyek országában, aki ott van a rejtekben, akkor az atya, aki lát rejtekben, megfizet majd nektek, illetve megadja nekünk a mindenható áldást, kegyelmet, és nem csak minket áld meg az atya, hanem általunk megáldja ezt a földet. Testvérek, ez egy nagyon fontos igazság, amikben nekünk tudatában kell lenni, hogy azért van gonoszság a földön is köztünk, mert az ember bezárja a szívét az Istenre, és megnyissa a szívét a gonoszra. De ez mindnyájunk felelőssége. Nem szabad nekünk másra mutatni, úgy, hogy ő a hibás, nem erre tanít minket Jézus. Jézus mondja, nem azért jöttem, hogy elítéljem az embereket, azért, hogy megmentsem őket, illetve magunkra kell néznünk, mennyire mi nyitottak vagyunk, illetve mennyire minden percben meg pillanatban is kegyelemre nyitott emberek vagyunk. Ez a mi hivatásunk, testvéreim, ez a mi hivatásunk, illetve ez a mi felelősségünk is. Mi, akik ismerjük Jézust, mi, akik hallgatjuk Jézus tanítását, az a mi hivatásunk, hogy kegyelemmel teljesek legyünk, mint Mária. Illetve, hogy mindig a kegyelemet befogadjuk, és áldjuk ezt a világot. Ne átkozzuk, hanem áldjuk. Ne káromkodjunk. Gyakran ugye mondjuk a minden ünnepség után, a szentség imádás után ezt az imát, hogy magasztalódjon a Jóisten, mert sok rosszat mondnak az emberek. Sok rosszat mondunk. Amikor az ember gonoszat mond, rosszat mond, akkor a gonosz lélek működik általa. Megadjuk a gonosznak a helyet. Mi adjuk meg neki a helyet. Ezért is fontos az, hogy mi összejövünk, és sok órán át imádkozunk, mert megtisztulunk az ima által, megtisztulunk. Egy rövid ima nem egyszer nem működik. Ugye testvérek, aki úgy érzi, hogy meg kell bánni bűneit, menjen ma és gyónjon. Most is ott van a gyóntatószékbe. Jézus, az irgalmas Jézus, aki a pap által szolgálni akar nektek. Mert hogyha valaki magába hordja a bűnt, nem ad helyet a kegyelemnek, hanem a kísértőnek ad helyet.
Pont ezért is arra a tanításra, amiket Jézus mondta, meg aztán a tanítványai tanítottak, hogy mindig imádkozzunk, elkezdődött ez az ima, a mi atyánk és az üdvözlégy, hogy megsegítsen minket az ismétlődő ima arra, hogy nyitott legyen a szívünk. Az egyik módja, illetve az imának, hogy mindig nyitottak legyünk a Jóisten kegyelmére, ez az ima, és ebben a rózsafűzér segít minket. Nekem például az a gyakorlatom, hogy amikor megyek valahová kocsival, vagy gyalog, vagy amikor utok, én mondom a rózsafűzért az egyik tizedet a másik után. Hogyha nincs valami megbeszélni való, fontos abban az időben, akkor én, ameddig nem imádkozom el minden nap a négy rózsafűzért, én addig kihasználom minden lehetőséget arra, hogy elimádkozni az egyik tizedet a másik után. Van olyan, hogy csak egy rózsafűzért, de többnyire két-három rózsafűzért elimádkozok, még négyet is minden nap. Mert hát van, hogy megyek az egyik helyről a másikra, vagy utazok egy fél órát, egy 45 percet, egy órát, és imádkozom a rózsafűzért, és olyan érzés, hogy még nem érkeztem ki imádkozni magamat, és már megérkeztem valahova. És ilyenkor mi történik? Csodák történnek, testvérek, csodák. Mert abban az időben, amikor imádkozunk, megadjuk a helyet a Szentléleknek, Jézus Krisztus működésének, és befogadjuk a kegyelmet, és a kegyelem általunk árad azokra, akik nyitottak. Általunk árad. Csak így lesz ez a világ békében, csak így lesz ez a világ Istenben, ha mi helyet adunk Istennek az életünkben, a szívünkben, minden pillanatban. És akkor Jézus tovább, amikor tanítja tanítványait az imára, azt mondja, az imádságban pedig ne fecsegjetek, mint a pogányok, akik úgy gondolják, hogy a bőbeszédűségükért nyernek meghallgatást. Mi nem azért mondjuk a sok imát, hogy mi ezzel ki akarjuk kérni, mint egy, tudjátok, egy olyan gyerek, akiknek az apja valamit nem akar adni, és akkor, na adjad, így kinyaggatni a Jóistentől. A Jóisten tudja az igényeinket, sőt, a Jóisten mondja, mielőtt megnevezed az igényeidet, én már adom neked a kegyelmet. Nem azért imádkozunk, hogy kikérni valamit. Azért imádkozunk, megismétlődők, hogy nyitottak legyünk az Isten működésére. Azért is elmélkedünk, azért is vannak a titkok, mert mi meg akarjuk tanulni Istennek a művét, a működését, hogy működik a Jóisten, az összes, az örvendes, a világosság titokaiban, a fájdalmas, illetve az összes titokban, amikor imádkozunk, mi elmélkedünk, illetve a Szentléleknek van lehetősége arra, hogy tanítson minket. Talán nem olyan nagy a tapasztalatom, mint a tiétek. 30 éve imádkozom a rózsafűzért, de és 30 éve hallgatom Jézusnak a tanítását az Istenről, a világról, rólunk emberekről, és mindig olyan érzésem van, hogy csak most kezdtem el valamit érteni.
Illetve, hogyha mi nyitottak vagyunk arra, hogy Isten tanítson minket, nem lesz olyan perc, amikor azt fogjuk mondani, ám én már ezeket a titkokat ismerjük. Nem ismerjük. Mert ezek a titkok után ott van a végtelen Isten. És a végtelen Istent nem lehet úgy megismerni, hogy már mondjuk, na jó Istenem, már semmi újat nem tudsz nekem mondani, mert hogyha valaki nem hallja, és nem nyíl meg neki újból és újból azok a mélységek és titkok, amelyeket kinyilatkoztatta nekünk az Isten, Jézus, Szűz Mária által, akkor egy ilyen embernek már zárt a szíve. Aki például imádkozik és unatkozik, vagy aki eljön a Szent Misére és nem hallja, nem érinti őtet az Isten, vagy hallgassa az evangéliumot, és akkor már is bezárul a elméje is, nem hall semmit. Nem azért, mert Isten nem szól, nem azért, mert már nem tudunk tanulni, hanem azért, mert zárt valamiért a szívünk. Jézus így tanítja a tanítványait, hogy ti így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. És folytatja, egy nagyon fontos része az imában a megbocsátás, mert hogyha valaki nem bocsát meg valakinek, Jézus mondja, ha nem bocsátottál meg valakinek, hagyjad ott az ajándékodat, menj el először, bocsáss meg fele barátodnak, mert ha megbocsátjátok az embereknek botlásaikat, nektek is megbocsátott imennyei atyátok. De ha nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok se fogja megbocsátani nektek a ti botlásaitokat. Amikor mi valakire haragszunk, lehetséges, hogy van nektek ez a tapasztalat. Nagyon nehéz imádkozni. Nagyon nehéz imádkozni, amikor haragszunk valakire. Nagyon nehéz imádkozni, amikor elítélünk valakit. Én például, amikor valakire haragszok, vagy elítélek valakit, én már is érzem, hogy bezárult a szívem. Itt mond Jézus, megbántott valaki, imádkozzál érte. Ezért elkezdek imádkozni ezért az emberért. Mi atyánk, üdvözl légy Mária, bocsáss meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk, akik ellenünk vétkeztek, és ezáltal kezd megnyílni a szívem. Nem azért, hogy lehetséges ez az ember, hogy ő nem hibázott, hibázott. Lehetséges, hogy megsértett, megbántott engemet, vagy valami fájdalmas tett nekem, és ez fáj. De a fájdalomban az ima által beeresztem a Szent Lelket, és az Istennek a hatalmas, erős működését. Mert hogyha valakinek nem akarok megbocsátani, illetve elítélem, zárt a szívem a Szent Lélekre. Zárt a szívem az Istenre. És befészkelődik a gonosz. Befészkelődik a gonosz. Nagyon gyakran ő a sebek által, illetve a harag által jön be az embernek az életébe. Hogyha olyan emberek vagyunk, akik hordozzuk a haragot, halmozzuk a haragot valakire. Ezért, hogyha halljuk Jézusnak a tanítását,
nagyon mélyen tanít arról, hogy meg kell bocsátani, illetve imádkozni kell azokért, akik megbántottak minket. És miért? Ne a harag és az elítélés és a nem megbocsátás lelke éljen a szívünkben. Először is, amikor mi valakiért imádkozunk, aki megbántott minket, magunknak segítünk. Magunknak segítünk. Hogy újból megnyíljon a szívünk Istennek a gyógyító erejére, Istennek a bölcsességére. Az ima, ez egy viszony, illetve ez egy kapcsolat. Azért, amikor Jézus tanít minket a mi atyánkra, ez nem egy olyan csodamonda, valami csodás szavak, amiket ha kimondjuk, csiribá, csiribú, hókusz-pókusz, olyan a mi atyánk is, egy ilyen hókusz-pókusz, hogy kimondjuk ezeket a csoda szavakat, és akkor valamit kapunk. Nem, a mi atyánk, ez nem egy ilyen hókusz-pókusz. A rózsafüzér se egy hókusz-pókusz. Hogy elmondok 40 hókusz-pókusz rózsafüzért, és akkor valamit kapok. Ez nem úgy működik. Az ima, ez egy élő kapcsolat. Azért, amikor Jézus minket tanít a mi atyánkra, ő mutat nekünk egy életrendet. Testvéreim, ez egy életrend, ez egy életkapcsolat, ez egy program valamelyik szinten, ez egy program, ez egy életmód. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Illetve van mennyei atyám. Úgy élek, mint a mennyei atyának a gyermeke. Mi atyánk, van mennyei atyám, van földi apám, földi anyám, és van mennyei atyám. Mit jelent ez? Milyen kapcsolatom van a mennyei atyával? Én a gyermeke, illetve mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Mit jelent az, hogy ő a mennyekben van? Mennyek országa. Ez elképzelhetjük, de van, hogy érzékeljük is, mert Jézus azt mondja, hogy köztetek van a mennyek országa, köztetek van az Isten országa. Mi megérezhetjük, például összejövünk, lehetséges, hogy sebzettek, fáradtak vagyunk, meg vagyunk ijedve, és imádkozunk, vagy a Szent Misén vagyunk, és egyszer csak ránk ereszkedik a Istennek a jelenléte. És akkor hogy tapasztaljuk őtet? Mint szeretet, mint jóság, mint erő, mint világosság. Egy olyan erő, amiket az ember egymásnak nem tudja adni. Egy olyan támogatás, amelyik Istentől fakad. Illetve mennyek országa, ez a teljes szeretet. Teljes jóság, tökéletes jóság és világosság. Ez az a hely, ahová vágyódik a szívünk, hogy ebben a teljes szeretetben, jóságban, világosságban éljünk, és a mennyei atyánk ebben az állapotban van. Hogyha nekünk megnyíl a szívünk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, akkor megtapasztalhatjuk. Jézus nekünk ezt kinyilatkoztatta, Jézus mondta, aki engem lát, az látja az atyát. Aki engem hallgat, az hallja az atyát. Ha mi Jézust hallgatjuk, mélyen hallgatjuk, hogy miről is tanít ő, akkor ő az atyának a szeretetéről, irgalmasságáról szól, tanít minket. Jézus hozzávezet minket.
És miután kiépül nekünk egy ilyen nyitottság, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, azt mondjuk, szenteltessék meg a te neved. Mit jelent az szenteltessék meg a te neved, illetve az Isten neve, ugye amikor az Isten kinyilatkoztatja magát Mózesnek, azt mondja, hogy én vagyok az, aki vagyok. Én vagyok. Jézus mondja, hogy van mennyei atyánk, az atya küldte őtet. Az Isten, aki van, ő egy titokzatos háromságban él, az atya, a fiú és a Szentlélek. És az atya elküldi a fiát, aki köztünk van. Illetve ez egy jelenlét és egy egység, amikbe meg vagyunk hívva, szenteltessék meg a te neved, ez egy olyan vágy, hogy be akarunk menni Istennel az egységbe. Testvéreim, azért imádkozunk, mert ebben az egységben akarunk élni. A te neved szenteltessék meg. A te neved. Azért is nem mondjuk hiába Isten nevét. Nem mondjuk. Mert amikor hiába mondjuk, akkor elveszítjük a jelenlétét. Azért vagyunk nagyon érzékenyek, hogy ne üres szavakat mondjunk az imában, hanem hogy nyitottak legyünk a jelenlétére. Azért fontos, hogy minden éneket, minden mondatot az imában, minden választ a Szent misén ne automatikusan mondjuk. Ne automatikusan mondjuk. Még ugyanazokat a szavakat, amelyeket már jól ismerjük. Nem tudom, hogy van az veletek, de nekem úgy van, hogyha én kezdem mondani az imát, valamelyik imát a Szentmise közben, és elmegy valahova a gondolkozásom, hogy csak mondom a szavakat megszokásból, de nem ereztem át a szívem által, érzem, hogy elveszítettem Istennek a jelenlétét. Nem vagyok jelen. Ismeritek ezt? Ismeritek? Hogy mondjuk csak, és aztán egyszerűen, már vége az imának, és nem tudom, hogy hol voltam, valakivel veszekedtem a fejembe, vagy készültem valami nehéz beszélgetésre, vagy zúgolódtam, mondtam az imát, de nem volt nyitva a szívem a jelenlétre. És amikor én azt mondom, szenteltessék meg a te neved, én ez a jelenlét után vágyok, illetve megerősítjük ezt a vágyat, jöjjön el a te országod. Jöjjön el a te országod. Ez egy vágy. Az Isten országa után vágyok. Most mondjuk testvéreim, ugye sokan vágyjuk, hogy befejeződjön már ez a háború. És ez természetes. De nagyobb vágy kell, hogy legyen a szívünkben, hogy jöjjön el az Isten országa. Jöjjön el az Isten országa. Illetve, hogy az Isten kegyelmében éljek. Nagyobb vágynak kell lenni. Ezért azt imádkozzuk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Mi a fontos? Mi a fontos? Jézus mondja, keressétek először az Isten országát, a mennyei békét, az Isten áldását. Istent keressük először, és aztán a földi békét. A mennyei béke legyen a szívünkben, testvére, mert most mi, hogyha várjuk a földi békét, én nem hallottam a Szentírásban arról, hogy a földön lesz béke. Hogyha olvassuk a Jelenések könyvét, a gonosz uralma jelen van, jönnek az angyalok, segítik azokat, akik harcba vannak,
Jön Jézusnak a dicsőséges második eljövetele, jön Jézus, de nem egy olyan világba, ahol béke van, egy olyan világba, ahol háborúk vannak és üldözések vannak. Erről tanít minket Jézus. Ilyen az igazság, amiket Jézus kinyilatkoztatta nekünk. Ezért tanít minket, hogy keressétek az Isten országát, keressétek az Isten békéjét, és azután meg lesz adva nektek minden. A mindennapi kenyer meg lesz adva nektek. De hogyha testvérek, mi nem az Isten országát, az Isten békéjét, a mennyei Atya szeretetét, nem az ő uralmát fogjuk keresni, nem azt, hogy ő uralkodjon bennünk, akkor nem találjuk meg itt a földön a békét. Nem találjuk meg. Próbáljuk ezt megérteni, próbáljuk elereszteni a vágyat a földi béke után, illetve elereszteni, hogy ne legyen fontosabb a földi béke a mennyei Atya országától. Próbáljátok ezt megnevezni, nincs-e úgy, hogy jobban vágytok a földi béke után, mint a mennyei Atyának az országának a jelenlétét. Jöjjön el a te országod. Jézus azt mondja, közel van az Isten országa. Közel van. Köztetek van. Ahol ketten vagy hárman összejönnek, ott van az Isten országa. Ott van Isten köztetek. És amikor Isten van az első helyen, amikor az ő országa után, jelenléte után vágyunk, akkor hozzáadjuk, legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod. És így lássátok, testvéreim, a mi atyánk, ez nem egy olyan ima, amiket ki kell csak mondani. Ez egy kapcsolat, ez egy hierarchia. Ez rendezi az életünket. A mi atyánk, amikor Jézus tanítja a tanítványokat arra, hogy hogy imádkozni, ő segít nekik megrendezni az életüket. Nekünk rendetlen az életünk, hogyha mi először nem keressük az Isten országát. És mikor nem keressük az Isten országát? Amikor a mi akaratunkat keressük. Még az imát is úgy használhatjuk, hogy ki akarunk kérni valamit, és fontosabbnak látjuk azt, amit mi akarunk, és nekünk az a fontos, hogy legyen meg, amit mi akarunk, és Isten tegye meg, kinek az akaratját? Az én akaratomat. Ez így nem működik. Ha meg akarunk térni, illetve ha tapasztalni akarjuk Istennek a jelenlétét, az erős jelenlétét az életünkbe, akkor az ő akaratját kell, hogy keressük. Le kell állítanunk a mi akaratunkat, amikor az fontosabb, mint Istennek az akaratja. Ez egy nem könnyű feladat, az egyik a legnehezebb feladat közt van az, hogy átálljon a szívünk egy olyan pozícióba, mint Szűz Mária, legyen meg a te akaratod. Pont ezért, amikor imádkozzuk az üdvözlégyet egyik a másika után, valahol arra kell kérnünk Máriát, hogy tanítson meg minket nyitottaknak lenni, hogy meghalljuk az Atya akaratát. Nézzétek meg, mennyi belső harc, konfliktus van
nekünk, mert nem úgy van, ahogy mi akartuk. Nem úgy van, ahogy mi akartuk. Nem olyan az idő, nem úgy viselkedik valaki. Nem úgy csinálják gyorsan az utokat, valamit szétástak, nem csinálták meg. És zugolódunk, mert nincs úgy, ahogy ki akarja, ahogy én akarom. A gyerekek, az unokák, a szomszédok, a rokonok nem azt csinálják, amit én nem akarok, amit én akarok. A gyerekek a szülőkre, a szülők a gyerekekre, otthon vannak konfliktusok, cirkuszok. Miért? Mert nem Isten akaratját keressük. Valamikor, amikor latint tanultam, megértettem, mit jelent a szó, hogy cirkusz. Tudjátok, mit jelent a cirkusz szó? Kör. Cirkul. Emlékeztek az iskolában, ugye? Kört csinált. Miért cirkusz van? Mert futkároznak egymás után. Emlékszek, nekünk úgy voltak otthon a szobák, hogy a konyhából be lehet menni a fürdőszobába, a fürdőszobába a mi szobánkba. A mi szobánkból én a nagyanyámmal nőttem, a szülőknek a szobájába, a szülőknek a szobájából az előszobába, és az előszobából megint a konyhába, vagy az előszobából ki az udvarra. Mert volt egy veranda, és aztán körbe-körbe lehetett futkározni. Cirkusz volt. És amikor cirkusz volt, én futottam a nagyanyámtól, a nagyanyám pedig vette a fakanált, és akkor egy jó pár fakanál rajtam összetört. Miért? Mert nem tettem meg az ő akaratát. Amikor apukánktól futottunk, akkor elég gyorsan futott, akkor ki kellett már is az utcára futni. Miért? Mert nem tettük meg az ő akaratját. Kinek az akaratját keressük? Kinek az akaratja szerint élünk? Mire tanít minket Jézus? Mire tanít minket Jézus a keresztúton, testvérek? Igen, nem természetes a szenvedés, nem keressük a szenvedést. Kérjük, hogy a mennyi atya vegye el tőlünk ezt a kelyhet. Vegye el tőlünk ezt a szenvedést, ezt a háborút, jöjjön el a béke. De a béke csak úgy lesz, hogyha mindenki megtér. El tudnátok képzelni egy olyan világot, hogy minden ember megtért Jézushoz, illetve a mennyi atyához. Csak akkor lesz béke, testvérek. Ez egy utópia. Ez egy utópia, ez lehetetlen. Sajnos, lehetetlen. Kell, hogy vágyjunk egyúttal, de másúttal el kell, hogy fogadjuk azt az állapotot, amikben vagyunk. Nagyon sok embernek zárt a szíve az Istenre, és nyitottak a gonosz lélekre. Ezért Jézus mondja, Atyám, vedd el ezt a keresztet, ha lehetséges. Legyen meg, de legyen meg a te akaratod, nem az enyém. És nem halljuk, mit mond a mennyei atya, de Jézus elfogadja azt, hogy gonosz emberek nem akarják beengedni az Istennek a művét, működését, és elutasítják az Isten országát, és meg akarják ölni Jézust, és Jézus elfogadja azt, ami érinti őtet, elfogadja. Ez egy nagyon mély bölcsesség, testvéreink, mert sok szenvedésünk van, nem az Isten küldi a szenvedést ránk, a szenvedés azért jön, mert gonoszok vagyunk, illetve sok gonosz ember van, halmozódik a gonoszság, és az Isten
megadta nekünk a szabadságot, mint azoknak az embereknek, akik keresztre feszítették Jézust, megadta a szabadságot, és Jézus elfogadta azt a világot, amíg őt elutasította. A sajátjához jött, de a sajátjai elutasították őt, nem fogadták be, megölték, míg az Isten fiát is. Egy ilyen világban élünk. Egy ilyen világban élünk. De megkapta Jézus az erőt, és mi most egy ilyen állapotban vagyunk, ez a háború közt is, hogy mi megkapjuk az erőt, megkapjuk a bölcsességet, és kitartunk, ha nyitottak leszünk a mennyei atyára. És a nyitottságra nekünk az ő akaratját kell keresni. És itt van a belső harc. Erre kell nektek koncentrálni, hogy felismerni, amikor elveszítjük ezt a nyitottságot, hogy legyen meg a te akaratod. Mert ilyen gyorsan el tudjuk veszíteni. Ilyen gyorsan. Valami nem tetszik meg nekünk, már elkezdünk a fejünkbe ítélkedni, és elveszítjük a jelenlétet. De amikor gyakran imádkozunk, amikor mondjuk a tizedeket egymás után, ez megsegít minket. Például, amikor vezetem a gépkocsit, és nem tetszik nekem valami vagy valaki, ismerős a helyzet, emlékszek, apukám, nyugodjon békébe, amikor vezette a kocsit, nagyon sokat kommentált, illetve ilyen elég agresszív volt, kiment valaki előtt, és azt mondta, na, megint, nekem nincsen szerencsém, megint ez a szekér, megint ez, meg amaz. Én ottan csendben ültem, nekem ez fájt, mondtam a rózsafüzért, illetve, amikor már én lettem sofőr, hogyha valaki nekem nem tetszik, van olyan, hogy kiugrik belőlem valami olyan, hogy ki adta a jogosítványt ennek az embernek? Aztán mondom, áldjon meg tégedet a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értem és érte. Imádkozzál érettünk most és halálunk óráján. Amen. Visszatérek az Istennek a kegyelmébe. Elmintek a bódba, nem tetszik nektek valami. Vagy találkoztok valakivel, és akkor elkezdtek valakit elítélztek. És megérzitek, hogy bezárult a szívetek az Isten kegyelmére. És akkor hoppá, hoppá, meg kell térnünk. Hogyan? Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Megnyissuk a szívünket, hogy befogadjuk a Szent Lelket. Az Úr van te veled, és legyen velem is. Könnyű is, meg nehéz is egyúttal. Könnyű is, meg nehéz is. Ugye emlékszek, volt egy ilyen időszak, most már gyakrabban megyek kocsival, de volt olyan időszak, hogy marsrutkákkal jártam. Minden nap Lembergben, mint pap, 25 kilométert oda-vissza, én tudom, mik azok a marsrutkák. Meg tudom, mit jelent az busszal utazni ide-oda, amoda. És akkor mindenféle esetek vannak a buszban, hogy amikor a sofőr elkezd bagózni, és akkor nem érdekeli őt az emberek, vagy nagyon hangosan kapcsolja be azt a zenét, amelyik az embernek így nem fáj a feje tőle, akkor van két lehetőség, illetve vagy szólok, megkérem, hogyha mégis aztán még kapok is tőle, ha szólok, olyan is van, ugye ismerjük eztet, de aztán mit csinálok tovább? Hogyha elkezdek ítélkezni, zúgolódni, elkezd uralkodni bennem a gonosz. De hogyha elkezdek ezért az emberért imádkozni,
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled. Az egyik üdvözlégyet a másik után. Az egyik üdvözlégyet a másik után. Visszakerülök az Isten kegyelmébe, és megérzem, hogy hogy megóv engemet a kegyelem. Egyszer volt egy olyan esetem, mentem Kijevből Lembergbe vonattal, és fáradt voltam. Ilyenkor a vonatban szeretek elcsendesülni, amennyire ez lehetséges, olvasni, imádkozni. Egyszer csak befut az utolsó percbe egy olyan idősebb asszony, nem messze leült mellettem, veszi a telefont, és elkezdi mesélni nagyon hangosan, hogy hogy majdnem elkiste a vonatot. Na jó, egyszer meghallgattam. De aztán másodszor valaki másnap felhívta, és ugyanazt elmondta. És így már egy fél órája, vagy egy 45 perce, már vagy az ötödik embernek meséli, hogy tudod, mi történt velem? Mondtam, Istenem, én úgy szeretnék imádkozni. És tudjátok mi? Elkezdtem imádkozni a Jézus imáját. Uram Jézus Krisztus, az Isten fia, könyörülj rajtam. És így imádkozok, és egyszer csak olyan érzésem volt, hogy eltűnt az összes ember, ahabár ott voltak, és az Isten jelenléte eltakart engemet ettől az összes külső jelenléttől, amelyik így izgatott engemet, illetve még ezt az asszonyt is, és az összes ott lévőt, az Isten jelenlétébe, világosságába tapasztaltam. Testvérek, próbáljátok meg, amikor lesztek, be lehet, hogy a morsutkába, vagy még valós, elkezdtek mérgelődni. Mit jelent az mérgelődni? Esszük a mérget. Mérgesek vagyunk. Megmérgez minket a gonosz lélek. Ő kezd uralkodni rajtunk, amikor mérgelődünk, hogy dühösek vagyunk, a düh lelke, a gyilkosság lelke működik bennünk. Amikor ezt megnevezzük, vissza kell térnünk, kinek az országát keressük. Ebben az egészben Isten megadja nekünk a mindennapi kegyelmét. Amikor azt mondjuk, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, testvéreim, biztosak kell, hogy legyünk abban, hogy a Jóisten megad nekünk a mindennapra minden kegyelmét. Figyeljetek fel arra, hogy gyakran azért veszítjük el a Jóistennek a jelenlétjét, mert a jövőre koncentrálunk, illetve elkezdünk félni a jövőtől. Mi lesz, ha? Mi lesz, ha nem lesz villany? Mi lesz, ha változik valami? Mi lesz, ha? És evel a mi lesz, ha, amikor kiesünk a mostanból, a mából, a mai napból, minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma, elveszítjük megint a nyitottságot az Isten jelenlétére. Figyeljetek fel erre, ez még egy olyan hely, ahol elveszítjük Istennek a jelenlétét, mert félünk a jövőtől, amelyik nem létezik. Még nem létezik, mert lehet, hogy még ma jön Jézusnak a második eljövetele. Lehet, hogy még ma van az utolsó napom. És akkor elveszítem az időt, hogyha én félek a jövőtől, amiket úgyse a félelemmel nem tudom jobbá tenni a jövőmet, de megmondom nektek az igazat, egy fontos igazságot a lelki életben, hogyha valaki fél a jövőtől, lehetséges, hogy az fog megtörténni, amitől fél. Mert a félelem lelke vonza a gonoszt.
Ezért kell leállnunk, nem a félelemmel élni, hanem a bizalommal. Ezért jelent meg Jézus Faustina nővérnek, és mondja, nézzétek a képemre, a kegyelem kiárad a szívemből minden percben, fogadjátok el ezt a kegyelmet, és írjátok erre a képre, Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned, hogy a mindennapi kenyeret, mindennapi kegyelmet, mindennapi bölcsességet megkapom. Megkapom. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ez arról szól, testvérek, amiről már itt elmélkedtünk veletek, rólunk emberekről, hogy mi gyakran elesünk. Mi is, meg a többiek is. Apukám, anyukám, nagyanyám, szomszédom, minden ember gyenge és bűnös. Minden ember gyenge és bűnös. Ezért kaptuk a tanítást, hogy bocsássunk meg egymásnak. Imádkozzunk azokért, akik megbántottak minket. Megbántott minket ez a sofőr? Ebben a vasútkában imádkozzak érte. Lehetséges, hogy én kimentem hazuról, és veszekedtem telefonon a gyermekemmel, anyámmal, szomszéddal, és már mentem felhergelve a buszállomásra, és akkor csak hozzáadódott nekem, mert nem bántam meg a bűnömet, nem kértem a Jóistentől, hogy bocsáss meg nekem, illetve, hogyha én nem bánok meg a bűnömet, nem kérek bocsánatot, ugyanígy nem tudok megbocsátani a más embernek is. Amikor csak elesünk, már is bocsánatot kell kérni. Ne ítéljük el saját magunkat sem. A mennyei atya irgalma olyan, hogy ahogy csak bocsánatot kérünk, ő már is megbocsát nekünk. Nem várakozik avval, hogy na jó, majd megbocsátok neked. Nem. Emlékeztek, amikor a tékozló fiú visszajött, a mennyei atya megbocsátott neki, még mielőtt bocsánatot kért tőle. Még mielőtt elmegyünk a gyóntató székbe, de már bánjunk a bűneinket, a mennyei atya megbocsát nekünk. Ugyanígy nekünk is meg kell bocsátani egymásnak, az embertársunknak. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ez az, amiről elmélkedtünk, hogy van gonosz, van kísértő. Amikor azt halljuk, hogy ne vigy minket a kísértésbe, ez azt jelenti, hogy Istenem, segíts nekem, hogy ne essek a kísértésbe. Nem Isten visz minket a kísértésbe. Ez egy olyan mondat, amik ilyen valamelyik szinten poetikusan van kifejezve, de hogyha próbálnánk így egyszerűen megmondani, amikor jön a kísértő, Istenem, segíts, hogy kinyissam a szívemet a te kegyelmedre, és ne hagyjam, hogy a kísértő bevigyen engemet a kísértésbe, illetve a gonosz állapotba. Amikor Jézushoz jön a kísértő, akkor ő nemet mond a kísértésének. És ilyen harcban vagyunk, hogy nekünk tudatában kell lenni abban, hogy a kísértő jön, és csak Isten erejével tudjuk legyőzni a kísértőt. Ezért fordulunk hozzá, hogy segíts minket, kérjük az Isten erejét. Ez tanít minket arra, hogy csak Istennel tudjuk legyőzni a kísértést. Csak Istennel tudjuk legyőzni a félelmeinket, csak Isten erejével tudjuk legyőzni a nem megbocsátásnak a lelkét, amíg azt mondja, hogy
Tarts haragot. Ez a gonosznak a szava. Tarts haragot. Megszolgálta ezt az ember, hogy haragudjál rá. Jézus mondja, ne. A harag, ez egy méreg. Imádkozzál érte. Imádkozzál azért, aki megbántott tégedet. És megtapasztalod az én erőmet és jelenlétemet. Ezért kérjük, segíts minket. Abban, hogy bizalomban érjünk, ne félelemben. Megbocsássunk, illetve kérjük az irgalmat tőled. És szabadíts meg a gonosztól. Illetve csak Istennek van ereje legyőzni a gonoszt. Azért is jövünk Jézushoz. Ő győzte le az ördögöt. Ő. A kísértőt, hogy bűnben elsünk, a bűntől győzte le. Ha bűnbe esünk, megyünk a gyóntató székbe. Ő győzi le, illetve a gonoszt elkergeti, legyőzi őtet a gyóntató székbe, a bűnbánatba. Ő győzte le a halált. Azért nem félünk a haláltól, és kinyitotta nekünk a mennyei kaput. És így testvérek, lássátok, hogy ez az ima, a mi atyánk, amikre tanultott minket Jézus, ez egy rend, ez egy életviszony az Istennel való kapcsolatban. Kérjük Szűz Máriát, hogy segítsen minket abban, hogy megértsük, hogyan kell Istent és a vele való kapcsolatot kiépíteni, feljeszteni és megélni. Hogyan kell úgy, mint ő, a mennyei atyával, az Istennel való kapcsolatban, a mindennapban őt keresni, és az ő akaratját teljesíteni. És most, amikor fogjuk közösen imádkozni a rózsafüzért, ezen elmélkedjünk el, legyünk érzékenyek arra, hogy fog titeket tanítani, illetve hogy fog működni általatok és általunk most a jelenlévő Isten, a Szentlélek és Jézus Krisztus.